Azt már megszokhattuk, hogy amikor Kaldenekker Gyuri és lánya Szandi vannak itt nálunk, akkor mindig egy kicsit ilyen békebeli hangulat uralkodik a konyhában, mert hoztak egy csomó befőző üveget és mindent, és senki szorgalmasan csinál. Igen. Igen, és a család befőz, most is befőzünk. Sziasztok! Mégpedig télire ilyen mindenféle szószokat készítünk el, és ti már nagyban felaprítottátok ott a dolgokat. Az micsoda éppen a serpenyőben, Gyuri? Serpenyőben paradicsom pirul. Összevágtam apró kockára, nem kell meghámozni a paradicsom. Kicsit besóztam és hagytam egy órát állni, és rengeteg légkű jön belőle. Ezt kinyomkodtam és olívaolajat fölforrósítottam, beletettem a paradicsom kockákat, és meg kell sütni. A paradicsom úgy jó, ha megvan sülve, akár egybe, akár így. Ha nyersen tesszük bele mondjuk a paradicsomszózba, akkor ilyen szivacsungarocell lesz belőle. Nagyon finom illata van. De hogy ezt még turmixolni is fogjátok? Nem. Télire fogunk eltenni zöldséges paradicsom szószt, amit majd télen vagy ősszel előveszünk a spájzból, és egy forró tésztával összekeverjük, vagy pirított kenyérre rátesszük, vagy nyers halfilére borítjuk, picit megcsorgatjuk olívaolajjal, és betoljuk 20 percre a sütőbe. Úgyhogy ebből fogunk betárolni télire, mert rengeteg paradicsom van a kertben, vagy akár a piacon. Írják a rengeteg levelet, hogy nagyon-nagyon sok cukkini terem a kertben, hogy mit csináljanak belőle. És hát a paradicsomhoz is olcsón hozzá lehet ilyenkor jutni. Szandi, látom, hogy a paradicsomot kockázod, viszont meg van hámozva a paradicsom. Miért kell meghámozni ehhez a paradicsomot? A paradicsom helyett nem lehet így beturmixolni, vagy az nem... Nem lesz olyan finom. Vagy az ízében mondjuk nem változtat, nem olyan kellemes mondjuk ráharapni. Aha. Darabos. Én férfiként mindig lusta vagyok lehéjazni a paradicsomot. Tudom, hogy ez így... Ha úgy eszük, sajtokhoz vagy salátaként, akkor nem szoktuk, de ebbe érdemes, mert sokkal finomabb lesz az íze. Forralsz vizet, igen. Egy X-et vágsz a paradicsom. Forralsz vizet, beleteszed a paradicsomot, ott hagyod, és egy idő után magától leugrik a héjon. Lehet hántani. Egy percre beleteszed, átszeded egy hideg vizet. Jó, de föl kell forralni ott a vizet. Jó, minden munka van. Na hát a vízforraló egy perc, míg felforral. Igen, de mindennel munka van, de ha nem zavar a paradicsom héja. Engem nem, én lecsóba is úgy héjastom. Nyugodtan elkészítheted, úgyis lecsóba mi is úgy szoktuk, de ehhez a tésztaszószhoz azért sokkal jobb, hogyha lehámozzuk ilyen forróvizes módszerrel. Gyuri, mondjátok, meséljetek nekünk, hogy milyen leveket készítetek, vagy milyen ilyen szószokat készítetek, és mi kell bele, mert látok én itt mindenféle fűszernövényeket, kakukkfőt felismertem, az bazsalikom? Saját termés. Hatodikról. Úgy kell nekiállni, mint egy tésztaszósznak, amikor ott a spagettit készítünk, paradicsomosat. 2-3 gereszt fokhagymát felszeleteltem, beletettem a lábosba, olívaolajat öntöttünk rá, és beletettem egy ág, vagy egy csokornyi kakukkfőt. Ezt föl kell forrósítani, hogy az olívaolajban a illóolajok a fűszerekből kioldódjanak, és akkor átvegyék az ízét. Ilyenkor belekerül az összevágott rengeteg paradicsom, és ezt rotyogtatjuk, kicsit meg fogjuk sózni. Közben pirul a paradicsánunk, és a másik serpenyőben pirulni fog a cukkini kocka. Mikor ezek szépen megpirultak, beleöntjük, és még teszünk a legvégén bele rengeteg bazsalikomot. Ezt összerottyantjuk, és hogyha nem elég híg, vagy az állagát majd úgy látjuk, hogy netán-tán túl sűrű lenne, akkor ebből a télire eltett paradicsomléből, klasszikus paradicsomléből még fogunk ráönteni. És úgy fognak belekerülni ezekbe a dunsztos üvegekbe, ami körülbelül egy ilyen üvegnyi, az egy 2-3 adagnyi tésztához bőven elegendő lesz. És mivel tartósítunk? Semmivel, nem szoktunk. Só? Só az megy bele, mert az egy ízét adja meg a szósznak, chili mehet még bele. A fűszerek közül lehet játszani akár háromféle, ez a klasszikus olasz fűszereknek nevezett fűszerekből, a bazsalikomból, kakukkfű vagy oregano, de ha csak egyikhez tudunk hozzájutni, akkor bőven az egyik is elég. A tartósítás, ugye mondtad, hogy nem tartósítjuk semmivel, de hogy például... Hogy elállni. Igen, hogy nem meg. Fordítod ugyanúgy, mint a lekvárt? Ugyanúgy, mint a lekvárt. Fölfőzzük, rotyogjon a tésztaszószunk, azt beletesszük az üvegbe, egyszerre csak egyet fogunk megtölteni mindig, gyorsan lezárjuk és fejre fogjuk állítani, és ez a forróság fogja lesterilizálni a kupakot és a benne lévő levegőt, és így nem fog benne maradni penészgomb, amitől később meg tud romlani. Ti melyik eltevés híve vagytok, a mennyiségi vagy a minőségi? Mert ugye vannak, akik azt mondják, hogy ha már itt van rengeteg, akkor elteszünk 40 üveggel, amiből sose fogy el, vagy pedig azt mondom, hogy csinálok pár különlegeset, ami legyen egy kicsit mondjuk variáció arra, hogy ne a bolt itt legyen meg mindig. Melyiket követitek? Hát érdemesebb a variáltakból kisebb adagokat eltenni, mert például reggel készítettünk szilvalekvárt balzsamecettel, amiből elég 6-8-10 üveg, de ugyanabból a szilvából készülhetett volna fahéjjal is egy-egy kis üvegnyi, vagy mézes kalács fűszerkeverékkel, vagy netántán egy kis
rummal. Ebből a tésztaszószból lehet készíteni egy lábasnyit, 10-15 üveggel, aztán lehet majd a másikból készíteni, amiben mondjuk másfajta sült paprikát adunk hozzá, akár olajbogyót, vagy szárított paradicsomot. Úgyhogy ezekből inkább kevesebb adagot, de úgy legyen változatos, és akkor, hogyha majd kinyitjuk a spejzet, lehet miből válogatni annyiféle minden. Egy dolgot mondjatok még el nekem gyorsan, hogy ezt a paradicsomlevet ezt gyakorlatilag ízesíteni se kell? Nem. Ebben van egy, illetve igen, ebbe lehet tenni bazsalikomlevelet főzéskor, lehet tenni zellerszárat, lehet tenni sót vagy csilit, ki hogy szereti. De ez a klasszikus, amit régen a nagymamával otthon főztünk, fölfőztük, átpasszíroztuk, ugyanúgy tartósítottuk, mint fejreállításos, és annyira finom a paradicsomunk, hogy egy-egy ilyen üveggel reggelire meg tudok inni belőle. Jövünk vissza hozzátok, és akkor majd megnézzük, hogy addig hova jutottatok, és hogy eltesszük ezeket a dolgokat. Jó, köszönjük szépen!